Sziasztok! Már nagyon-nagyon régen nem jelentkeztem be, most van 8-a, október 8-a, és hát elég hülyén jönnek rám most a fények így hirtelen, mert szerettem volna nektek egy kicsit bejelentkezni, és szerettem volna kipróbálni egy új dolgot. Na mindegy, meg közben mesélni. Nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de nekem október 2-án van a névnapom. Egyébként azt hittem, hogy október 3-án van, de aztán kiderült, hogy a nagynéném névnapja van október 3-án, és az enyém van október 2-án, mert így összekevertem, de mindegy. Szóval október 2-án volt a névnapom, és egyébként magamtól egy kameraállványt kaptam, ami most is van a kamera, és már nagyon-nagyon örülök, mert már nagyon nagy szükségem volt rá. Amazonról rendeltem, és egy nagyon-nagyon jó kameraállvány, és azt hiszem 35 font volt körülbelül, ami annyira nem is sok érte. De viszont most, amiről akartam beszélni, az ez. Ezt a palettát kaptam a barátomtól, már nagyon régóta szerettem volna megrendelni, évek óta ezt is, ugyanúgy, mint a Blood Sugar palettát is évek óta meg szerettem volna rendelni. Ugye mindkettő, a Blood Sugar is és az Orgy paletta is Jeffree Star-tól van, és nem mondom azt, hogy én nagyon nagy fanja vagyok Jeffree Star-nak, de viszont a paletták, illetve hát ugye a szemfestékek, amiket csinál, azok szerintem baromi jók, megfizethető áron vannak, nagyjából, és nagyon-nagyon jó minőségűek. Például a Blood Sugar paletta, azt hiszem az is olyan, hát az fogalmas, hogy hány font körül lehet, talán 60 font körül volt, és akciósan vettem meg, illetve ez is, ez 59, igen, ez is 60 font körül mozog, és ezt is akciósan vettem meg, mert én általában a Beauty Bay-ről szoktam rendelni, és ott éppen volt egy ilyen, azt hiszem 20% kedvezmény, hogyha 40 font fölött vásároltál, és úgy sikerült ezt megvásárolnom. És akkor szerintem nekem itt ez most ez a Jeffree Star palettás dolog, ez itt szerintem el is múlt, mert ez a két paletta kellett, tehát a Blood Sugar paletta, ami ilyen lilás, pirosas, őszi színek, és akkor ez az Orgy paletta, ami szerintem tökéletes mindennapi paletta. Ugyanis ilyen barnás színek vannak benne, és az ok, amiért mindenféleképpen meg akartam most rendelni, illetve minél előbb, az az volt, mert hogy nekem volt egy palettám a Maybelline-től, amit én nagyon, amit én nagyon-nagyon szerettem, és képzeljétek el, hogy elkezdte csípni a szemem, és hát így bedagadt tőle a szemem egyik napról a másikról. Mármint egyik napról a másikra. Tanuljak már meg beszélni, ugye? Igen. Amikor sminkeltem vele, elkezdett égni a szemem. Meleg volt, és piros, és feldagadt. És így nem értettem, és gondoltam, hogy biztos azért, mert megromlott. Nyilván ezek is néha azért megromlanak, ezek a palettek. És az a Maybelline-es paletta az már nagyon-nagyon régen megvolt nekem, és hát már tényleg ideje volt lecserélnem. Úgyhogy ez adta meg a löketet, hogy akkor ezt kérem névnapomra. És szerintem gyönyörű, szép, és még nem próbáltam ki, ugyanis egy pár napja érkezett meg, talán két napja érkezett meg. És dolgoztam, ugyanis erről is szeretnék majd beszélni most ebben a videóban, vagy ebben a részletben a vlognak, hogy mizu van velem úgy nagyjából, tehát dolgoztam, és nem tudtam kipróbálni még, mert nem volt erőm, de viszont most szeretném kipróbálni, mert szerintem gyönyörű szép, és egyébként van neki egy ilyen baromi nagy tükre, úgyhogy ezt gondoltam, hogy ezt próbáljuk ki, és akkor közben én mesélek nektek dolgokat, illetve több dolog is van, amit meg szeretnék nektek mutatni, úgyhogy ez lesz a mai program, illetve ennek a vlognak, ennek a részének a programja. Ugyanis azt hiszem vettem föl. A fények azok pedig azért ilyen furák, mert hátulról is jön fény, illetve innen is jön fény, hogy én lássam magamat. Úgyhogy ezért olyan furák a fények, és ezért bocsánatot kérek. Mindegy. Kezdjük is el. Szóval, az elején fogom kezdeni. Azt hiszem azt tudjátok, hogy kaptam munkát, ugyanis én munkanélküli voltam egy évig, képzeljétek el, egy évig, durva volt, ugye akkor hagytam ott az előző munkahelyemet, amikor felköltöztem ide, át akartam magamat kéretni egyébként, összepiszkoltam a fülbevalómat, nagyon szép, tehát át akartam magamat kéretni,
Londonból ide, de ugye a Covid miatt nem tudtak áthelyezni engem ide, úgyhogy az maradt az egyetlen egy dolog, hogy kilépek a munkahelyemről. Ugye ennek több indoka is volt. Ugye az első indoka az, hogy össze szerettem volna költözni a barátommal, aki nyilvánvalóan nem londoni, és nagyon szerettünk volna összeköltözni, úgyhogy ez volt az elsődleges indok. A másodlagos indok pedig az volt, akkor ezt így most elmesélem nektek, hogy ugye én egy szobát béreltem Londonban, és nagyon-nagyon drága volt. El is mondom nektek, mert szerintem most már annyira nem számít. Tehát egy olyan szobát béreltem, amire emlékeztek szerintem, hogy nem volt ablaka. Képzeljétek el, nem volt ablaka, nem tudom, hogy ezt mennyien tudjátok, de ennek a szobának nem volt ablaka. Egy hátsó bejárata volt, vagy egy hátsó kijárata, tehát kettő ajtaja volt, egy belülről nyílós, ugye a házban, meg egy olyan, ami ki a kertre nyílt, és azt használtam én ablaknak. Ugye, nyilván az nem volt ablak. És azért mondom, hogy ablaktalan, mert hát elképesztő. Hetente, gyerekek, igen, hetente 160 fontot fizettem. Hetente. Na most akkor számoljátok, hogy mennyi havonta. És mivel ugye az Covid miatt már nem kellett annyit dolgoznom, ugye előtte én tökre jól megvoltam, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztam, borzalmasan sokat. Viszont ugye a Covid miatt először ugye bezárt a munkahelyem, aztán amikor kinyitott, jó volt, hogy kinyitott meg minden, de kevesebb ideig, nem is az, hogy kevesebb ideig voltunk nyitva, hanem kevesebb ember kellett, mert alig jöttek be vendégek, ugye? Mondjuk azt, hogy én ilyen vendéglátásban dolgozok, és mondom, alig jöttek be vendégek, és ezért kevesebb munkaerő kellett. Illetve azt hiszem talán, hogy még a főnököm kevesebb órát is kapott, mert ugye úgy volt, hogy a főnököm kapott órát, és azt kellett neki így osztani közöttünk. De nem tudom igazából, hogy pontosan hogyan működik ez a dolog. Megpróbálom felkapcsolni a villanyt, hát ha úgy egy kicsit jobb lesz a fény, egy pillanat. Na itt is vagyok, jobb lett? Nem tudom, mindegy. Így hagyom, hogyha jobb, ha jobb, ha nem. Nekem itt élőben jobbnak tűnik. Szóval az a helyzet, hogy mivel kevesebbet dolgoztam, kevesebb pénzt kaptam. És nem biztos, hogy... Tehát kifizetni a lakbért ki tudtam volna, viszont az, hogy én még kaját vegyek, vagy bármi mást, amit akarnék, az lehetetlen volt. És én ezt nem szeretem, tehát én szeretem, hogyha sokat dolgozhatok, hogy aztán ugye sokat keressek, és azt vegyem meg magamnak, amit akarok. Ez egy nagyon fontos szempont volt nekem mindig is, hogy azt csináljak, amit szeretnék, és amit akarok, és meglegyen hozzá ugye mindenem, nyilván a keretem, tehát pénzbeli keretem, meg hát komolyan, szerintem mindenki ezt akarja. Úgyhogy nekem ez fontos volt. Úgyhogy úgy voltam velem, hogy feljövök ide, elköltözök ide, és akkor itt keresek egy munkát, viszont itt meg nem kaptam munkát, ugyanúgy a Covid miatt. Itt Angliában az emberek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, nagyon-nagyon-nagyon félnek, és még mai napig nem tudom, hogy mi van otthon, tehát fogalmam sincs, de azért szoktam nézni ilyen Instagram sztorikat emberekről, akiket ugye követek, és úgy néz ki, hogy ott már így javában az emberek buliznak, eljárnak ilyen diszkokba, meg ilyesmi, maszk nélkül. Itt ez nincs. Nyilván van olyan, aki ezt csinálja, de a legtöbb ember az nem. Az nem ezt csinálja. Úgyhogy itt ez így egy nagyon-nagyon komolyan, illetve a munkáltatók részéről is. Ugye nagyon sokáig nem kerestek embereket, illetve az üzletek nem nyitottak ki. Ugye ahol most dolgozok, még ott is egy csomó, egy ilyen
Hát mondjuk azt, hogy ilyen bevásárló központban dolgozok, ami nem ilyen zárt, hanem ilyen nyitott, mint a, mondjuk a Király utca Pécsen, tehát ilyen nyitott, bocsánat, budapesti példát nem tudok mondani, tehát ilyen nyitott, hát ilyen vásárló utca szerűségben dolgozok, és nagyon-nagyon-nagyon sok bolt be van zárva, tehát nagyon sok tönkrement, illetve nagyon sok még mindig be van zárva a Covid miatt. Sajnos. Tehát itt ez még mindig egy ilyen nagy dolog, nem tudom, mindegy. És akkor ezért volt az, hogy akkor ide fölköltöztem, és ezért nem sikerült munkát találnom. Persze nem töltöttem az időmet feleslegesen, mert elkezdtem ilyen-olyan dolgokat, amikről nem szeretnék egyelőre beszélni, majd egy későbbi videóban szerintem elő fog kerülni, hogy mibe kezdtem vele, mit csinálok, mert nyilvánvalóan nem ültem otthon a fenekemen egész végig. De igen, nehéz volt. Azt kéne kitalálnom, hogy milyen sminket akarok csinálni. Azt akarom, hogy menjen a fölsőmhöz. Nagyon-nagyon-nagyon nagy a választék. Fogalmam sincs. Fú. Meg van egy szín, az már jó. Szóval igen, attól még, hogy csináltam más dolgokat is, attól még ugye én folyamatosan jelentkeztem munkákra, tehát én ezt nem adtam fel, holott voltak nagyon-nagyon fura tapasztalataim. Tehát annyit elmondok, hogy képzétek el, hogy egyszer valaki minek hívott? Menekültnek hívott. Mindegy, lehet ám, hogy erről is majd egyszer beszélni fogok nektek, még nem tudom. Az a lényeg, hogy egy hivatalos valami itt Angliában egyszer menekültnek hívott. Hogy nincsenek jogaim bizonyos dolgokra, mert menekült vagyok. Nagyon kiakadtam. Meg is mondtam nekik egyébként, hogy ez így nem. Tehát én minden vagyok, csak menekült, nem? Nehogy más csinálj. Na mindegy. Mindegy. Erről majd lehet, hogy később beszélek nektek. Majd még meglátjuk. Igen. És akkor ugye jelentkeztem munkákra, és volt néhány interjúm. Ilyen online interjúm. És valamiért egyszerűen nem kaptam, nem is értem, tehát olyasmi munkákra jelentkeztem, ugye amikkel foglalkoztam előzőleg is, például olyasmi munkát, mint ahol jelenleg dolgozok, ugye, vagy például gyerekekkel kapcsolatos munkára is jelentkeztem, illetve fogyatékkal élő emberek gondozására is, idősek gondozásával kapcsolatos munkára is jelentkeztem, és valamiért nem kaptam munkát, ami, mint mondtam, megint csak fura volt, mert nem értettem, hogy miért. Na mindegy, és akkor jelentkeztem erre a munkára, ahol most vagyok, és visszahívtak interjúra. És képzétek el, megkaptam, azt hiszem szeptember, mindjárt nézek egy naptárat, mikor szeptember 24-én volt az interjúm, és akkor 24-én volt az interjúm, és 28-án volt az első napom, az első teljes értékű napom, és úgy gondolták, hogy jó vagyok a munkára, és szerettek volna ugye felvenni, felvettek, és azóta én dolgozok. Szóval, azt a mindenit. Imádom ezt a palettát már most, pedig még csak első alkalommal használom. Szóval az volt a gond, amiért nem tudtam nektek bejelentkezni előbb. Mert tudom, hogy hát azóta azért, mióta például az utolsó videót eltöltöttem, azóta ugye eltelt néhány hét talán akár, szerintem. Viszont az volt a helyzet, hogy megkértek, hogy illetve kérdezték, hogy az elején kezdem, kedden kezdtem el dolgozni, és be voltam osztva a kedtől péntekig minden napra. Ami ugye nem gond, mert nyilván vissza kell rázódnom, ugye ők is tudják ezt. És aztán megkérdezték, hogy hát valaki lebetegedett, és megkérdezték, hogy tudom-e helyettesíteni azt az embert, aki lebetegedett.
szombaton és vasárnap. És én, a kis kedves, ártatlan, azt akarja, hogy mindenki boldog legyen, ember, elfogadtam. Mondom, jó, megcsinálom, mert mondták, hogy nagyon nehezen fognak tudni embert találni. Úgyhogy az lett a vége az egésznek, hogy dolgoztam 8 napot folyamatosan. Ami eléggé kikészítette engem, de főleg mentálisan, borzalmasan készen voltam. Fáradt is voltam egyébként. Ja, ott van, hát mit keresek, mindegy. Ezt kerestem talán. Tehát nagyon, nagyon kikészültem mentálisan és fizikailag is. És semmihez nem volt kedvem, se erőm. Úgyhogy, hát igen, ez történt. És akkor most van, illetve most tegnap előtt volt az első szabad napom, szerdán, amikor megint csak, ugye, akkor ugye nyilvánvalóan ki akartam pihenni az egész 8 napot, amíg dolgoztam, és ki is pihentem, és akkor meg azért nem akartam körülbelül semmit se csinálni, és akkor ma van péntek, a második szabad napom, mióta elkezdtem dolgozni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor ma leülök, és akkor elmesélek nektek néhány dolgot. Úgyhogy így alakult. Egyébként legtöbbször úgy dolgozok, hogy a szerdám szabad, és a hétvégem. Tehát ez tök jó. Ilyen nagyon hosszú ideig dolgozunk. Nem is tudom, hogy hívják ezt magyarul. Hosszú shifteket dolgozunk. Vagy én dolgozok. Azért, mert így plusz egy szabadnapot fogok kapni. Ugye a hétvége plusz egy szabadnap a hétközben. És szerintem ez nem rossz egyébként. Van olyan hét, például jövő héten a pénteken is szabad lesz, tehát amikor csak 3 napot fogok dolgozni, ami szerintem tök jó. Nekem tetszik ez a róta, nem tudom, hogy mondjam magyarul. Na mindegy. Hát nem csalódtam ebbe a palettába egyelőre, és most valami olyan dolgot fogok kipróbálni, amit szerintem még életemben nem csináltam. Úgyhogy drukkoljatok. Nem tudom, hogy mennyire fog menni. Igen, úgyhogy ennyit a munkáról. Igazából szeretem a munkát, kicsit nyilván még bele kell jönnöm, mert azért felejtettem néhány dolgot. De egyébként a munkám az igazából ugyanaz, mint ami volt a Londonban is, tehát semmivel nem több, semmivel nem kevesebb. És nagyon szeretem a munkatársaimat is, és a főnökömet is. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon. Megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Mert mindenki nagyon kedves, megértő. És még nem találkoztam mindenkivel, de remélhetőleg. Nyilván egy kicsit döcögős, így az első pár nap, hát pár hét. Szerintem az mindenhol, mindig amit belejössz a munkába, főleg egy nagy kihagyás után. De egyelőre tetszik nekem nagyon. Oké, nem rossz. Úgyhogy ennyit a munkáról. Oké, akkor a hajam. Várjatok, el kéne döntenem, mit akarok ide rakni. Mert ez itt egyébként, ebbe a palettába mindegyik csak matt szín. És szeretnék valami csillogósat, mert szeretem a csillogósat, és szerintem tudom is, hogy mit. Az egyik Beauty Bay? Az egyik Birchbox-ban, nem tudom, mennyire emlékeztek a Birchbox-okra, amiket ugye szoktam rendelni, de az egyik Birchbox-ban volt egy ilyen Ciaté Sunburst árnyalatú highlighter egyébként, de én nem igazán használok highlightereket, úgyhogy ezt ugye általában a szememre szoktam használni,
És ilyen nagyon szép színe van egyébként. Nagyon-nagyon szép, ilyen arany. És én nagyon szeretem az arany színt. Ugye ezt gondoltam ide rakni. Szóval akkor a hajamról. A hajam az általában úgy szokott... Tehát a, ezek az ötletek, hogy én most meg akarom növeszteni, vagy fel akarom, vagy le akarom vágatni, ez nekem mindig olyan ilyen, na akkor most ezt csinálom és azt csinálom, dolog szokott lenni, és most is így volt egyébként. Nem gondolkodtam rajta túl sokat, egyszer csak úgy döntöttem, hogy leszeretném vágatni, és aztán azt hiszem rá két napra elmentem és levágattam, és ő, hogy őszinte legyek, imádom. Imádom a hajamat. Nagyon szeretem, hogy ilyen kis rövid, és valahogy a fejformámhoz sokkal jobban áll. Ugye én nem vagyok egy nátszávékony ember, nyilván, ez sose voltam az, és ezt szerintem tudjátok is, úgyhogy ezen nincs mit ragozni. És úgy gondoltam, hogy azok, az embereknek, akiknek ilyen, tudjátok, akik kicsit testesebbek, nem igazán áll jól ez a rövid haj dolog, mert csak még jobban kövéríti őket. És aztán rájöttem, néztem egy csomó képet, nem csak modellekről, hanem hús, hát hogy is mondjam, húsvér emberekről, nyilván nem így kéne mondani, de értitek, néztem egy csomó képet, és nagyon jól állt nekik, mondom, én is ezt akarok, én is ilyen hajat akarok. Úgyhogy elmentem és levágattam. Igazából csak le lett vágva ugye a végéből, és kaptam ilyen lépcsőzetesre vágta a hajamat egyébként a család barátja, aki fodrász. Igen. Úgyhogy tök jó volt, és kérdezte, hogy biztos lábra vágod? Biztos lábra? Mondom, biztos, igen, biztos le akarom vágatni. Nagyon leszeretném végre vágatni. Jaj, nagyon szép. Nagyon szép. Nagyon szép. Kicsit más a két vége, úgyhogy ezt ki kéne javítanom valahogy. A másik dolog, amiről szerettem volna beszélni, egyébként szerintem készen vagyok. Mondhatjuk azt. És nekem nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Majd megmutatom. Lehet, hogy majd megmutatom jobb fénynél is, majd meglátjuk. A másik dolog, amiről akartam beszélni, még egy dolog, egyébként ez az Orgy palette, ez nagyon jó, hogyha esetleg meg akarjátok venni, vegyétek. Gondolkodás nélkül vegyétek. Nagyon jó. Mennyi szín van benne? 30? Talán 30 szín van benne. Baromi jó. Oké, szóval a másik, amit már szerintem észrevehettetek, az, hogy elkezdtem műszempillákat hordani, illetve elkezdtem gyakorolni, hogy kell őket felrakni, mert nagyon sokáig szerettem volna műszempillát hordani, nagyon sok ideje, de egyszerűen nem tudtam felrakni, mert amióta szemmaszkot használok, egyébként ez egy nagyon jó tipp, hogyha esetleg szeretnétek ilyen felfelé ívelő szempillákat, úgy magatoktól, tehát a saját szempillátokat szeretnétek, hogy ilyen felfelé ívelő legyen, akkor nekem van egy nagyon jó tippem, és az a nagyon jó tipp, az a szemmaszk, és ezt most full komolyan mondom nektek, aludjatok szemmaszkkal, és egy idő után, nem kell neki sok egyébként, de egy idő után pár nap után akár, nekem pár nap volt, ilyen felfelé ívelő, ilyen hullámos, nem hullámos, hanem ilyen göndör, ezt a szót kerestem, göndör szempillátok lesz, higgyetek nekem is. Így lett göndör szempillám, soha nem volt göndör szempillám, és ugye valamikor régebben, amikor még kisebb voltam, kaptam, vagy vettem, nem tudom, szerintem vettem egy szemmaszkot, mert olyan cuki volt. Emlékszem, hogy még a Claire's-ben vettem, és nagyon szerettem. És azóta ilyen nagyon göndör a szempillám, és alig lehet rárakni bármit is. Úgy értem, hogy
műszempillát nagyon-nagyon nehéz rárakni. Úgyhogy azt kezdtem el gyakorolgatni, és azért hordok mostanában műszempillát, hogy gyakoroljam felrakni, hogyha esetleg akarnék. Oké, még két dolog szerintem, amit akartam mondani. Az egyik az, hogy anyukámtól fogok kapni egy csomagot hamarosan, nagyon-nagyon várom már azt is, mikor fogom azt kapni? Jövő héten lesz feladva, szerintem jövő héten már meg is fogom kapni, és azt is majd nyilván meg fogom nektek mutatni, mert most csupa-csupa hasznos dolgot küldetnek, vagy fog küldeni nekem anyukám, hasznos és nagyon szép dolgokat. Ilyen konyhai cuccokon át, szőnyegig minden, és nagyon meg szeretném nektek mutatni. Úgyhogy nyilvánvalóan valószínűleg meg is fogom nektek mutatni. Még nem tudom, hogy itt vagy a másik csatornámon, de igen. Illetve a másik hírem pedig az, hogy haza fogok menni karácsonyra, ami miatt szintén nagyon-nagyon izgatott vagyok. Mert nem töltöttem otthon a karácsonyt már évek óta. És nagyon szomorú vagyok miatta, nagyon... Én nem is igazából láttam a családomat már majdnem két éve egyébként, úgyhogy, vagy másfél éve, nem is tudom. Nem is akarom kiszámolni, nem is akarok rá gondolni egyáltalán. Annyira nehéz felrakni. Ezek miatt a hülye göndör szempillák miatt. Egyre jobban megy egyébként, szerintem. Bár nem tudom, hogy fogom-e egyébként úgy minden nap használni, mert egyelőre nem használom minden nap. Illetve hát ugye a Beauty Bay-ről rendeltem most ezt a műszempilla szettet, már egyet kidobtam belőle, mert nagyon sokat próbálgattam, és azon próbálgattam először. És ugye hát ezt meg ugye ami levágott része, amit le kellett vágnom. Egyébként elnézést a körmeimért, a munka miatt ilyen csúnyák, nyilván újra kell csinálnom, vagy még jobb, le kell szednem, lefogom. Szóval másfajta műszempillát is szeretnék rendelni, mert oké, hogy fel tudom most már rakni nagyjából a műszempillát, de fogalmam sincs, hogy melyik műszempillán el nekem a legjobban, tehát fogalmam sincs, és ugye nyilván először egy ilyen természeteset akartam kipróbálni, hogy megnézzem, hogy ez hogy áll nekem, és szerintem tök jól ez a természetes. Aztán majd meglátjuk, hogy következőleg mit fogok venni. Szerintem valami extrémebbet is megpróbálok. Akkor még egy dolog. Gondolkodom valami újításon a másik csatornámra. Ugye ott még egyelőre nem vagyok annyira aktív. Bár sikerült kibeszélnem egy nagy dolgot magamból, amit már régóta szerettem volna, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megtettem. Hogyha nem tudjátok, miről beszélek, akkor menjetek át oda, és nézzétek meg a videót, ami ott fönn van. Igen, nem is akarok rá gondolni, sem akarok. Szóval nagyobb újítást tervezek, most az, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom. Ugyanis szeretnék csinálni true crime videókat. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi az a true crime videó. Nyilvánvalóan tudjátok már mostanában, főleg mostanában, régebben is az volt, de főleg mostanában nagyon populáris. És én imádom őket. Tehát én imádom őket, és ti tudjátok jól, hogy én mindig olyan voltam, hogy olyan videókat csináltam a csatornámra, amiket én is szívesen nézek. És nem kötöttem magamat soha egy témához. Tehát nekem nincsen olyan, hogy az én csatornámon csak ilyen meg olyan videók vannak. Az is már nagy lépés volt a számomra, hogy a vlogokat és a másik csatornát azt szétszedtem. Azon is egyébként borzalmasan sokat gondolkodtam, hogy most szétszedjem, ne szedjem szét, vagy mit csináljak. És nagyon sok idő kellett, mire végül is azt mondtam, hogy jó, akkor szétszedem őket, mert nem tudom miért, ne? És akkor most megint egy ilyen nagyobb újításban gondolkodok, mert aztán, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom.
már elkezdtem az előkészületeket, de, mint mondtam, nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, és hogy lesz-e egyáltalán belőle valami, de majd meglátjuk. Nyilván ti is meg fogjátok látni, hogyha ott is követtek, és nézitek, akkor majd meg fogjátok látni. Írjátok meg, hogy szerintetek ez a true crime, mi ez itt az arcom? Fura. Azt hittem, hogy egy anyajegy, de aztán rájöttem, hogy ott nincsen anyajegyem, itt van. Na mindegy. Szóval írjátok meg, hogy szerintetek mennyire jó ötlet ez az egész true crime dolog. Mert, mint mondtam, én imádom őket nézni. Nagyon-nagyon. Jaj. Három embert nézek ebben a percben. Nem ebben a percben. De amúgy. Három embert nézek, aki így true crime-mal foglalkozik. Na, sajnos ebben a szobában ez bizonyult a legjobb helynek, arra, hogy befejezzem ezt a kis videót. Egyébként nem tudom, hogy mondtam-e már, de azt hiszem megtaláltam a legjobb nude rúst magamnak. Ez a Makeup Academy-nek a matte... éppen... Ezért rondítottam. Na mindegy, tehát a Makeup Academy-nek a Heartfelt árnyalata, ami szerintem nekem egy tökéletes árnyalat, mert én nem szeretem magamon a rózsaszíneket sem, meg az ilyen narancssárgásokat sem. Ezt hogy gondoltam, hogy ezt így meg tudom csinálni? Sikerült megcsinálnom? Wow, oké. Okay. Ezt csináltam ma, nem tudom, hogy mennyire látjátok jól, de szerintem tök jó ez a paletta, és mindenkinek nagyon ajánlom. És igazából én ennyit akartam mára. Még egy másik dolog, hogy halad a lakás felújítós mizéria. Még mindig benne vagyunk. Nyilván elfelejtettem megemlíteni, hogy kaptunk új függönyt James nagyszüleitől, illetve egy ilyen karnis cuccot is, és azt felvettem, ahogy felrakjuk. Na most ez a karnis cucc, ez olyan, hogy nem, tehát ez egy ilyen műanyag rúd, aminek a két oldalát fel lehet így tappancsolni az ablakkeretre, ilyen kétoldalú ragasztóval, és állítható a hosszúsága is. És egy ilyet kaptunk, mert nagyon szerettünk volna sötétítőket, illetve hát nem sötétítőt, hanem ugye olyan cuccot, aminek hála nem látnak be az emberek a házba, vagy éppen ugye abba az adott szobába. Egy ilyenünk van már a konyhában, azt még régebben láthattátok, és most kaptunk egyet a hálószobába is. Na most ezzel az a gond csak, hogy ahogy ugye ráraktuk ezt a függönyt, mivel hogy ez a függöny az ilyen nagyon hosszú, és emiatt állítólag ilyen divatos, hogy ilyen kis, ugye, így, ilyen kis, ilyen legyen. Tehát nem tudom, hogy ez hogy lehet jobban elmagyarázni. És az a gond, hogy mivel nagyon sok ugye a függöny, ez egy ilyen nagyon hosszú, kétszer akkora a függöny maga, mint az ablak, kétszer olyan hosszú, és ugye ezáltal így ilyen. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet elmondani normálisan. De mindegy, biztos látjátok egyébként a felvételen. Emiatt nagyon nehéz, és ez a kis karnis szuc, ez így ilyen, így megvan így, tudjátok, nem egyenesen, nem ilyen puff, ilyen alakú. Na most ezzel nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, vagy fogunk egyáltalán valamit csinálni, vagy azt mondjuk, hogy hagyjuk a francba az egészet. Majd meglátjuk, de egyébként még egy kell, még egy ugyanilyen függöny, hogy ne lássanak ugye be, kelleni fog ide a hátam mögé, ide, mert belátnak, és aztán annyira utálom, és ezért van egyébként állandóan csukva ez a függöny itt a hátam mögött, nem tudom, hogy mennyire vettétek észre, mert nem szeretném, hogyha belátnának a szomszédok. Úgyhogy ez van. Illetve még egy dolog, ami annyira nem tartozik ránk, meg úgy senkire, de elvették a jogot a fölöttünk lakó embertől, hogy, tehát, hogy is mondják? Nem tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy kitették az embert, a szomszédunkat, a felső szomszédunkat a helyéről. Tehát ki evakuálták, nem tudom, hogy hívják ezt? Kilakoltatták, köszönöm, úristen. Tehát kilakoltatták ezt az embert a fölöttünk lévő lakásból, és emiatt ez a lakás az teljesen üres most. Illetve hát még mindig nyilván vannak benne cuccok. Nem tudjuk, hogy mi történik, de azt tudjuk, hogy november 1-én
esélyi kell elhagynia azt a lakást. Úgyhogy ez még egy jó dolog egyébként, mert nagyon-nagyon sok gondunk volt ezzel a szomszéddal. Nem konkrétan úgy, hogy megmondtuk neki, hogy tehát nem úgy, hogy beszéltünk vele, és akkor, hogy ez a probléma, meg minden, hanem csak úgy magunkba tartottuk, tehát mindenfélét áthallattunk, minden dolog áthallatszódott konkrétan, ami azt jelenti, hogy bármi, amit csinált, azt mi hallottuk. És nem akarok konkrétumot mondani, de hogyha értitek, mire gondolok, mindent hallottunk. És borzalmas volt, főleg, hogy egyébként úgy hallottuk, hogy reggel, amikor felkeltünk, ugye ott feküdtünk az ágyban, és egyszerűen csak így elkezdtük hallani a hangokat, és nagyon rossz volt, meg egyébként üvöltötte a zenét, nagyon hangos volt, a nője állandóan ordibált, mert a nője az itt szemben lakik, vagy lakott, nem tudom, mert őt se láttam már egy ideje, de nagyon, nagyon rossz volt hallani ezeket a dolgokat. Úgyhogy, ja, hallottuk, de remélem, hogy akkor most már nem fogjuk hallani őt. És ennek hála valószínűleg lesz egy másik tárolónk is, ugyanis kívül a ház oldalánál van egy tároló, ugye az ő ajtaja mellett, amiben az ő cuccai vannak, de mivel ugye kilakoltatták, ezért nyilván azok a cuccok is el fognak tűnni idővel, nem tudom, hogy nekünk kell-e összerakni, összeszedni, vagy nem. Mindegy, az majd a jövő zenéje, de az a lényeg, hogy nekünk ahhoz már van egy lakatunk, meg kulcs hozzá, ugye? És ezt le tudjuk lakatolni, és oda be tudjuk rakni. Oda fogjuk berakni valószínűleg az ilyen kerti eszközöket. Illetve még régebben kaptunk jövendőbeli anyósoméktól egy ilyen tűzrakó helyet, amit szerintem még nem is mutattam meg, de annyira nem nagy szám, egy ilyen picike kis tűzrakó hely, és azt is oda be fogjuk rakni valószínűleg, úgyhogy na mindegy, nézzük tovább a videót. Ilyen kis fészerszerűség, ugye, ami a bejárati ajtónk előtt lesz, az még mindig nincsen kész. Még mindig nincsen kész. És nagyon-nagyon szomorú vagyok miatta, mert nyilván azért nincsen kész, mert történtek problémák így a James nagypapájával, ugye, aki csinálja, de minden rendben van, tehát jól van ő már, csak most már folytatnia kell, és tervezi, hogy folytatja is a jövőben. Zár kell rá, meg még az oldalait kell befedni valamivel, és aztán kellenek rá ilyen valamik, amikre a bicikliket rá lehet rakni, és akkor majd akkor lesz jó. Ami azt jelenti, hogy a biciklik még mindig itt vannak, bent, az egyik a nappaliban, a másik a hálószobában. Ez van, nem baj, igazából nem töltök már annyira sok időt itthon, úgyhogy nem kell látnom minden egyes pillanatban, hála a jó égnek. Rendeltem éppen most egyébként, mielőtt elkezdtem videózni, akkor rendeltem egy ilyen nagy ikás holt, online rendeltem őket meg, két dolog fog megjönni 11-én, hétfőn, és 13-án szerdán fog megjönni az összes többi. Nagyon sok mindent rendeltem, úgyhogy valószínűleg meg fogom nektek mutatni egy ilyen külön hall keretein belül, úgyhogy ne aggódjatok. Rendeltem mindent, konyhai cuccokat, tároló dobozokat, tároló polcot, sima polcot, akasztót. Sok mindent rendeltem, úgyhogy meg fogom mindenféleképpen őket mutatni jövő héten, és akkor rögtön, amint végzek is vele, megvágom és rögtön fel is fogom tölteni, tehát én nem szoktam olyan sokat bíbelődni ezekkel a vlogokkal, hanem rögtön meg szoktam vágni és feltölteni. Úgyhogy lemaradjatok itt, és hogyha várjátok akkor, vagy ha érdekel titeket, akkor majd nézzétek meg majd nézzetek vissza. Amit akartam még csinálni, az azt megmutatom a Birchboxomat, hogy miket kaptam, de annyira nem fontos. És merül a kamerám is, és úgy gondolom, hogy már eléggé sok mindent fölvettem, és igazából amit el akartam mondani, azt elmondtam. Úgyhogy én most megyek, és jövök majd egy következő vloggal is. Igen, legyen nagyon szép napotok. Köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok!